utcafórumokat tart, és így ismerteti meg programját a lakókkal, a civil és a baloldali összefogás Makón. A fórum sorozat hétfőn rajtolt. A civilek és a baloldal, tehát a polgármesteri csapat meghirdette a programját. Ezt a múlt héten mondtuk el, a Makovec Imre által megtervezett zenepavilonban. Nagyon fontos, hogy a programunk egésze a város fejlesztését foglalja magába, és a programunkat ismertetjük most városrész tanácskozásokkal. Én itt a város egészéről beszélek, a képviselőtársaim pedig arról beszélnek, hogy az egyéni körzetekben mit szeretnének megvalósítani. Kedves makóiak, kérem, hogy figyeljék a kollégáim véleményét is, mi pedig a részletes programunkat a sajtóban is ismertetjük, a televíziós vitában elmondjuk, illetve az itteni utcafórumokon mindenkinek szívesen a tudtára adjuk. A programjukat minden képviselőjelölt körzetében ismertetik majd ilyen lakossági fórumokon. Hétfőn 18 órakor Molnár László kerületében volt. A járdaépítések kapcsán szinte minden utca lakóval személyesen találkoztam, és a felmerülő csatorna problémákkal, hibákkal kapcsolatban is beszélgettünk emberekkel. Külön-külön megnéztük a hibákat, tehát ez a közvetlen kontaktus, ez most az utóbbi időben még szorosabbá vált, a feladat hozta így. Én magam nem csak ennek a hetes számú kerületnek vagyok a képviselője, hanem a fiatalokért és a sportért felelős tanácsnokként is óriási lehetőségeket és feladatokat látok megvalósulni, ami úgy érzem, hogy a fiatalok érdekében és az itt élő makójak érdekében egységes, hiszen a szülő a gyermek nélkül, a gyermek a szülő nélkül nem létezik, de a nagymamák is örülnek a fiatalok sikerének, és még egyszer mondom, nem szabad elfelejteni az időseket. Nos, ebben a kerületben a sporton és a fiatalokért való tevékenységen kívül azért itt vannak még megvalósításra váró feladatok. Elkészülnek a járdák, aszfalt rétegek lettek lefektetve, tehát magyarán mondva faltól falig megújultak sok helyütt az utcák, viszont nagyon sok helyütt még a csapadékelvezető árkoknak az állagát ki kell javítani, az átereszeket át kell mosni. Tulajdonképpen ezeket a hibákat, amelyeket az elmúlt évek folyamán nem tudtunk befejezni, ezt mindenképpen szorgalmazni fogom. Úgy érzem, hogy emellett az itt élők hangulatán is lehet javítani, hiszen megszépült a Szent István tér, labdafogó háló épült, új parkoló templom előtt, emléktábla keresztállítás, tehát mind az itt élő embereknek jelképezés tükrözi azt, hogy nem csak a főtérből él a város és ott élnek emberek, hanem a peremkerületekben is. Úgy érzem, az itteni emberek nagyon szeretik egymást, összetartóak, összefogóak, és ezt hiányolom nagyon sok helyütt, hogy igenis nem bántani kell a másikat, hanem össze kell fogni,